Jó, megy. 3. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szent Zoltán volnék. Mai videónkban szeretnénk nektek bemutatni, megmutatni Nílát, mint pillangó hercegnő. Sok-sok videót, képet, fotót kapunk tőletek, amikor ti is szembesültök azzal, hogy titeket is meglátogat Néla pillangó hercegnő, és még itt a videó elején szeretnénk mindenkinek ezerszer és milliószor megköszönni, hogy ezeket a kis fotókat, vagy kis videókat, de olyan is van, amikor nem tudjátok lefotózni vagy levideózni, hanem csak leírjátok, hogy veletek mi történt, és hogyan látogatott meg benneteket Néla pillangó hercegnő. Ez tényleg nagyon-nagyon jól esik nekünk, és szívből köszönjük, hogy tényleg ezeket a fotókat, videókat vagy leírásokat elkülditek nekünk. Nagyon sokszor... Jaj, bocsánat. Nem, már látjátok? Tehát már így beszélni is nehéz róla, mert... Szóval látjátok, már így beszélni is eléggé nehéz róla, mert tényleg szívbe markoló, és nagyon jó érzés nekünk is az, hogy amikor ti is meglátjátok a kis pillangókat különböző formákban, különböző helyszíneken, akkor úgy érzitek, hogy Néla az, aki elmegy hozzátok, és van, amikor olyan helyzetben, akár amikor rossz kedvetek van, akkor ez egy picit segít nektek is, és Néla ugye feldobja a napotokat. Tényleg millió formában kapunk tőletek videót, hogy van, amikor rászáll az ujjatokra, vagy egyszer kaptunk egy olyan leírást is, ott az éppen pont nem sikerült lefotózni, amikor írtátok egyik kedves családtagunk, hogy a kislányotokkal a kertben, emlékszel rá, ugye, hogy ment utána, és bármerre ment utána, és rászállt, és követte, és nézte, és mintha szinte kergetőztek volna együtt a kislány és Néla pillangó hercegnő, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, amikor ezeket leírjátok, mert nagyon-nagyon szívbe markoló, és mi is rengetegszer érezzük ezt, látjuk ezeket a dolgokat. Van olyan is, amikor például nem magáról, pillangóról küldötök fotót, hanem mondjuk arról, hogy ti is megemlékeztek Néláról a névnapján, a születésnapján, azzal kapcsolatosan készítetek, ugye? Szerkesztetek olyan pillangó formájú vagy pillangó képű fotót, amit elküldetek nekünk, elküldtök nekünk, ezt is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Ami még megható számunkra, amikor például azt is elkülditek, hogy meggyújtotok ti is otthon egy gyertyát, és amikor meggyújtjátok ezt a gyertyát, akkor ti is velünk együtt, hárman Nélára emlékeztek, Nélával együtt vagytok, és ez tényleg hatalmas erő számunkra is, hogy a mi kislányunk, ahogy ti mondjátok, ország Nélája, de már olyat is kaptunk, hogy világ Nélája, hogy tényleg ilyen kisugárzása van Nélának, és ilyen erőt és hatalmat ad nektek, amikor úgy érzitek, hogy nagy-nagy segítséget nyújt nektek, akár csak tényleg a mindennapok leküzdésében. És tényleg szívből köszönjük ezeket, és eszembe jutott, hogy olyan képet is szoktunk kapni, amikor például pont Nélának a YouTube csatornáját nézitek, és már ez is nekünk, hú, tényleg annyira jó érzés, hogy ezt, nem azt, hogy ezt csináljátok, hanem hogy a közben is ránk gondoltok, hogy akár a mi napunkat is feldobjátok azzal, hogy amit lefotóztok, elkülditek nekünk, mert tényleg hatalmas jó érzés. És ugye Néla, azt mondjátok, hogy nem csak pillangó formájában ad nektek jeleket, hanem sokszor máshogy is. Ugye mi is már többször láttunk olyat, hogy a szivárvány úgy jelenik meg, hogy nem egy sor szivárvány képében, hanem akár
ugye? Duplán. Kettesével, olyat mi már láttunk, hogy két szivárvány van egymás mellett, egymás fölött alatt, nem tudom, hogy hogyan kell mondani. Viszont a napokban kaptunk egy gyönyörű fotót, szerintem iriglésre méltó fotó. Én nem is tudom, szerintem akitől ezt kaptuk, szabad elmondani, akitől kaptuk. Szabad. Gabitól kaptuk, szerintem azt a fotót érdemes lenne valahova feltölteni. Nos, itt amikor megkaptuk, el voltunk ájulva, hogy húha, hármas szivárvány. Ilyet még nem láttunk. Láttunk már olyat, hogy kettes. Igyekeztem is gyorsan lefotózni, de hát mire táskából előbányáztam, ugye a telefont kivettem a tokból, vagy nem is tudom, mire bekapcsoltam, stb. Addigra már elkéstem vele. Győző papáéktól is néha szoktunk kapni szivárványt, hogyha ők is látnak egyet. Na de, ugye kaptunk egy hármas szivárványt, és megmondom őszintén, a hajni az oldalba bökött, mert utána kaptunk még egy üzenetet Gabitól, hogy hát azért jobban nézzük meg azt a fotót, hogy az a hármas szivárvány kirajzol-e valamit, és igen, igaza van, akkor néztem meg én is jobban, hogy egy N betűt formál meg az a szivárvány. Igen, hát Gabi, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk, mert ilyet még tényleg mi sem láttunk, és ahogy te is mondod... Elképesztően gyönyörű fotó. Igen, hogy annyira tényleg, ahogy meg te is mondod, hogy ez egy művészi, és tényleg nem hiszem, hogy sokan láttak ilyet, és nem tudom, hogy sikerült, de nagyon-nagyon ügyes vagy, és tényleg köszönjük szépen, hogy ezt így lefotóztad. Hát rendesen folytak a könnyek, amikor ezt a kis fotót is megnéztük, és ugye az üzenetedet elolvastuk, hogy tényleg te is hogy érezted magad egyből, és ahogy ránéztél, és veled van Néla abban a pillanatban. Úgyhogy köszönjük szépen, Gabi, mert tényleg hatalmas élmény volt, mert ilyet még tényleg mi sem láttunk. Le is mentettük, én azért megrajzoltam nektek finoman, talán lila szint választottam, én is próbáltam követni a szivárványnak a formáját, hogy jobban kivegyétek ti is az N betűt. Nagyon szépen köszönjük Gabinak. Köszönjük szépen, Gabi, és hogyha már itt elmondjuk és bemutatjuk azt, hogy milyen szép dolgokat szoktatok nekünk küldeni, amikor veletek van Néla, a minapi történésünket azt éppen pont nekünk is sikerült videóra vennünk, illetve lefotóznunk. Kint voltunk a kertben, és hát különböző kis kerti munkákat végeztünk. Amikor egyszer oda néztem az almafára, és bocsánat, milyen kerti munkát végeztünk? Hát éppen pont fűnyírást, meg akkor vágtuk ki hátul az olyan benőtt fákat, amiket hát nem szeretnénk, hogy ott meglegyenek. Hát meg igazándiból a hordóból mertük ki a vizet, tehát az pont akkor történt, amikor te felfigyeltél valamire. Jó, hát ezt így nem akartam mondani. Hát ugye a garázsoknál ugye felszoktuk fogni a vizet, tehát ugye ereszek vannak a garázsoknak a háttúján telepítve, jaj, de szépen mondtam, tehát szeretünk fel ereszt, de hát ugye bele szoktuk engedni a vizet hordóba, vagy ilyen nagy 200 literes kukába, és akkor ugye azt fel szoktuk használni öntözésre, mi egyébre, hát ugye akinek családi háza van, az tudja, hogy milyen, meg hogy fontos a víz, és akkor ugye pont mertük ki a vizet. Igen, és amikor így éppen pont fordultam az egyik vödörrel így a kezembe, hogy átnyújtsam Zolinak, egyből kiabáltam, hogy jöjjön gyorsan, tegye le, ami a kezében van, de úgy jöjjön gyorsan, hogy finoman jöjjön gyorsan, fusson, hogyan kell, fussál lassan, és nézd meg, hogy milyen gyönyörű pillangó van a mi almafánkon. Hát Zoli kérdezte is, hogy hogyan vettem észre, mondtam, hogy nem tudom. Igen, mert akarva, hajni igen, mögött volt. Igen, tehát akarva, akaratlanul, valahogy épp ahogy fordultam, egyből ő volt a látószögembe, és egyből észrevettem ezt a gyönyörű pillangót. És ugye annak ellenére, hogy szeretünk mindent egyébként megörökíteni, gyorsan lefényképezni, levideózni, azért nem mindig így szoktunk tenni, tehát mi is úgy voltunk vele, hogy akkor meglessük ezt a pillangót, mondjuk azt, ugye Néla pillangót, ugye egy darabig nézegettük, és mivel meglepődtünk azon, hogy mennyire nyugodtan csücsül az almafa virágán, hát ezért arra gondoltunk, hogy lehet, hogy mégiscsak befutunk a telefonért,
és megpróbáljuk megörökíteni, hogy nektek is be tudjuk mutatni. Megmondom őszintén, illetve megmondjuk őszintén, hogy ilyen típusú pillangót még nem láttunk, akinek ugye az, ahogy jönnek a kis szárnyai, még alul is van egy fekete, hát nem tudom, hogy milyen része az a pillangónak, a kis szárnyának a hosszabbítása, de ilyet még, na, élőben még ilyen pillangót nem látunk, ilyen gyönyörűt. Igazándiból, hogyha ti is majd ránéztek, és látjátok, hogy amikor össze van zárva a szárnya, ugye úgy láttam meg én is, fogalmam nincsen szóval igazándiból, mert tényleg szinte beleolvad ugye a környezetbe, na most az a hogy helyzet, hogy vettük észre. Hajni akar nektek mondani, abból nem biztos, hogy lesz valami, mert akkor éppen úgy sütött a nap, vagy pont beborult, én meg ahogy fogtam a telefont, amúgy se láttam semmit a kijelzőn keresztül, csak próbáltam bizonyítani, hogy hol lehet Mila pillangó, úgyhogy azt a részt pont szerintem nem fogják látni, mert ez nem sikerült, az homályos lett, de megpróbálom, semmi nem tudom. Baj. Semmi baj, és úgy képzeljétek el, hogy ugye tényleg már elég sok idő eltelt addig, amíg bementünk a telefonért, hogy akkor a apa vegye fel, mert előtte még azt néztük, hogy ő ott mennyire jól érzi magát, hogy kicsit lengedezett a szél, és képzeljétek el, hogy ő ott rendesen hintázott a kis fán, és hát tényleg leírhatatlan volt, ahogy néztük, és tényleg Mila modern pillangó volt ő, mert annyira hagyta utána is, amikor... Hát vakusztam is, igen. Igen, hát és ugye, hát ez kár, hogy ezt nem, tehát hogyan mondjam, tehát kár, hogy azt nem látjátok, hogy amikor Zoli fotózta, hogy mi ott miket mondtunk, meg miket... Néha megmozdult egyébként, segítesz. Kissé esőre állt egyébként az idő, hol beborult, hol kisütött a nap. Amikor egyébként kisütött a nap, akkor talán jobban mozgolódott, de egyébként teljesen nyugodt volt, higgadt, nem tudom ezt hogyan kell mondani. És rendesen úgy éreztük, hogy ő is élvezi azt, hogy Zoli fényképezése, hogy mondta Zoli is, hogy ahogy vakuzott folyamatosan, teljesen, mintha még egy picit úgy be is mozdult. Néha pózolt, volna. Igen. Igen, ugye? Tehát rendesen ő pózolt. Főleg, hogy utána zaklattuk, ugye? Igen. Mert egyébként kipróbáltuk azt is, hogy hozzányúltunk, ahol nem akartuk annyira tapogatni. Nem tudom, hogy a pillangókat szabad-e simogatni, mert a szárnyukon van valami kis poros valami. Na, biológia, nem menjünk bele, mert nem is értünk hozzá. Igen. De meglepődtünk azon, hogy nagyon finoman az ujjunkkal hozzá tudtunk érni, és nem zavarta. Persze megmozgatta a szárnyát, meg lehet, hogy néha ide-oda billeget, vagy hogyan kell ezt mondani, de akkor tovább mentünk, hogy akkor megpróbáljuk azt, hogy mi van akkor, hogyha esetleg rámászna az ujjunkra, vagy legalábbis hajnak az ujjacskájára. Igen, és képzeljétek el, hogy oda tettem az ujjamat, ugye Zoli mondta, hogy nagyon finoman tegyem oda, hogy ő meg megpróbálja akkor ezt lefotózni, vagy levideózni, és teljesen meglepődtünk, ugye, hogy szépen lassan és rákapaszkodott az ujjamra, és rácsücsült. Ugye ilyen fotót már kaptunk másoktól is, és irigykedtünk is, hogy milyen jó, meg milyen jó érzés lehet, hogy a pillangó rászáll az ujjatokra, vagy valahova rátok, és hát igen. Leírhatatlan érzés volt számomra is, ahogy rákapaszkodott ugye a kis lábacskáival, ugye nem szólt, vagy valami. Azt akartam mondani, hogy úgy tapadt hozzám, igen, hozzám tapadt, de hát tényleg nagyon-nagyon jó érzés volt, és hát tényleg nagyon örülök neki, hogy ezt így sikerült nekünk is megörökíteni. Utána még egyszer-kétszer nagyon finoman, óvatosan megsimogattuk, és egyébként utána visszahelyeztük az almafára. Igen, visszatettük őt, és még sokáig ott is volt, csak hát sajnos, nem tudom, mert előtte megmondta olyan videót, ugye tudtál készíteni, hogy a méhek meglepik ugye az almafát, ugye most ágról ágra, virágról virágra szállnak, és hát mi Nila kis pillangó hercegnőnket egyfolytában próbálták zaklatni, vagy hát nem tudom, pont az érdekelte őket is az a virág, ami... Irigykedtek a méhek, biztos. Hát, hogy nem őket fotózod akkor éppen pont. És hát
kicsit megzavarták, úgyhogy nem tudom, hogy az miatt, de aztán amikor még utána néztük, többször még ott volt, de aztán nem tudom hány óra múlva elrepült. Igen. Ezen is gondolkodtunk Zolival, hogy hogyan lehetne ugye befogni vagy megfogni, de hát ugye azért ő neki olyan, tehát nem vannak olyan... Vannak ilyen pillangó, na megint kéne egy szakszó ide. Hát nem tudom, valami olyan, mint a... Pillangó kert, nem tudom, üvegház, segíts valami, így igen, beértem. Hát ugye olyan, mint az akvárium, gondolom, csak ugye annak háló lehet csak a tetején. Csak nem víz van benne. Igen, hanem ugye maga a levegő, és akkor úgy... Na, szóval van ilyen, ugye, és akkor el tudtok menni, kifizetni a belépőjegyet, ja, és akkor meg lehet nézni. Pillangóház, ilyen pillangó... Hát nem tudom tényleg, hogy annak milyen neve, mert mi is gondolkodtunk rajta, hogy egyszer lehet, hogy nekünk is el kellene oda mennünk. Majd talán megnézzük, hogy hol van itt a közelben, vagy nem tudom. De mondjuk annak örültünk, hogy elrepült, tehát igen, nem találtuk sehol a környéken, se a fűbe, tehát akkor valószínűleg minden rendben volt vele, csak talán megpihent egy kicsit a fán, vagy nem tudom, hogy igen, mit csinált a virágon. Lehet, jól érezte magát, sütkérezett közben, eszegetett, vagy nem tudom. Meg főleg, hogy még inzultáltuk is egy picit, de tényleg, tehát teljesen együttműködően. Igen. Teljesen nyugodt volt, és szerintünk élvezte. És ugye nem tud, igen, és nem tudjuk, hogy a fotó mennyire látjátok, hogy olyan szép volt, tehát amikor ő kitárta a szárnyait, ugye van rajta két kis pötty, ugye, ami teljesen olyan, mintha az ő szemei lennének, és ami még nagyon tetszett nekünk, hogy milyen kis, hát nem ször, hát az nem szörnek mondják, hogy ilyen kis bolyhos volt. Igen, kis annyi az, hogy a szőrös a háta. Ja. Tehát nem ször, hát pillangó ször, pihe, boly. Igen, nem, mert ugye ilyen nagy pillangót ennyire közelről nem sűrűn lát az ember, aki hagyja is magát tényleg azt is, hogy megnézzük és még meg is érintsük nagyon finoman. Egyébként nem csak igen, a háta volt bolyhos, pihés, hanem még az alja is. Tehát maga a teste az igen, így be volt fonva pihével. Jó. Mert én már láttam az összes fotót. Aha. Én igen, mert, jó, mert ugye kint annyira, tényleg, ahogy te is mondod, hogy kisütöttem a beborult, annyira nem láttuk kint a napfényen, de akkor... Jó, most lehet, hogy úgy nézünk ki, mint a gyerekek, de hát igazándiból, hát hogy mondjam, azért szoktuk vadászni a pillangókat, és hát azokat nem egyszerű elkapni, nem? Tehát futsz utána, de hát úgyse fog leszállni a fűre, a világra sehova, és akkor próbálod lefényképezni, de addigra úgyis elrepül. És itt teljesen meg voltunk lepődve, hogy volt egy pillangó modellünk, aki pedig hagyja magát. Igen, tényleg. Úgyhogy mi is ilyenkor egyébként Milára gondolunk, ebben most konkrétan nem akarunk belemenni, nem tudom, hogy ki hogyan gondol rá, hogy hogyan mondjam, bolondnak fognak nézni, vagy nem tudom, már igazándiból nem is nem érdekel. Baj. Tehát, hogy éppen akkor, hogy mondjuk Nila irányítja ezt az egészet, vagy hogy Nila bele tud-e menni a pillangóba, vagy ez egyfajta jel Nilától, nem tudom, ezt most nem akarom így kivesézni. Minden esetre mi Nilára szoktunk gondolni, szerintem ezzel nincsen semmi baj. Szerintem ez igenis egy pozitívum, még akkor is, hogyha lehet, hogy előfordul, hogy sokak szerint a dilinyósok, hagyjuk őket a francba, nem tudom, hát azért valamilyen, hát nem tudom, belefogunk, vagy beletörik ebbe a nyelvem, azért kell valamilyen kapaszkodó ebbe a nyavajás életbe is, nem? Tehát most miért ne gondolhatnánk arra, hogy Nila? Na, hát most ezt meg kell magyarázni? Nem, szerintem nem kell megmagyarázni, és szerintem akik néztek minket, és akik kedves családtagok, mint ahogyan küldik nekünk ezeket a fotókat, ti is érzitek olyankor a jelenlétét, hiszen ezt írjátok sokszor ti is. És mint ahogyan, mint például, amikor nálatok következett be valamilyen tragédia, szívből sajnáljuk természetesen, de ugye ti is meg szoktátok osztani velünk, hogy hallottok valami furcsa zöret, kinyílott az ajtó, vagy leesett valami. És mondjuk pont az, amivel mondjuk az elhunyt szeretteitek játszott, vagy éppen a sajátja volt, vagy az volt a kezébe, és hasonlók, miért ne lehetne akkor arra gondolni, hogy ez egyfajta jel tőlük? Ez bűn lenne? Mert erre gondolok? Vagy bolond vagyok?
nem tudom, elborult az agyam, nem hiszem. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, hogy így is az elhunyt szeretteinkre gondolunk. És azt úgy se tudja senki bebizonyítani, már elnézést kérek, hogy az nem-e pont ő. Úgyhogy miért ne gondolhatnánk arra? Ugye, amit szoktam mondani, hogy miért? Ti láttatok megyfán elefántot banánt zabálni? Nem. De az nem is jelenti azt, hogy ez nem is lehetséges. Azért, mert nem látta senki, attól még nem jelenti azt, hogy olyan nincs is. Miért ne lehetne? Nem? Igen, így van. Úgyhogy tényleg ezerszer köszönjük nektek, hogy ezeket a kis fotókat, videókat elkülditek nekünk, mert nagyon-nagyon jó érzés számunkra is az, hogy megtiszteltek bennünket azzal, hogy ezeket megosztjátok velünk, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nem biztos, hogy ebben a kis videóban minden fotót, illetve kis videót meg tudtunk mutatni, hisz tényleg sokat kapunk, de köszönjük szépen is, hogyha ha bármilyen történik veletek, akkor ezúton is szeretnénk kérni tisztelettel titeket, hogy küldjétek el nekünk is, mert tényleg nagyon-nagyon örülünk az ilyen kis fotóknak és videóknak. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy a mai videónkat végignéztétek, reméljük, hogy azért tetszett nektek is, várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok! Sziasztok!